Az egyre pontosabb megfigyelések rámutattak, hogy az érték nem pontos. Valamivel több mint 365 nap alatt állnak vissza a csillagok pontosan ugyanabba a pozícióba, mint egy évvel korábban. Az eltérés csupán néhány óra, tehát körülbelül 365 napról és még 6 óráról van szó. Vannak, akik csak 4 évente ünneplik születésnapjukat, mégis ugyanúgy idősödnek, mint bárki más. Ők a február 29-én születettek, akik szökő évben születtek. De vajon valóban ez a szökőnap? A válasz nem. Akkor mit is jelent a szökő év, miért fontos és hogyan számoljuk, és pontosan mi köze ennek a csillagászathoz? A fehérváriakat kérdeztük ezekről. Valami csúszik ott, és valami akkor... Valami július 10-ár találta fel, vagy ki, vagy döntötte el ezt. Nem ő lehet, hogy valami kukos ember. De csak azért tudjuk, mert mi már régen tanultuk, és az unokánk, mivel hogy most tanulja. Ugye, hogy a Föld a nap körül nem teljesen 365 napot tesz meg, hanem még egy negyedet, és a szökő évvel ez így teljeset kiad, ezért van 4 évente szökőév. És itt hallottam, hogy még Julius Cézárt is mondtak, hogy ezért nem volt ez teljesen helyes az a naptár, mert hogy Julius Cézár ezt nem vette számításba, ugye akkor még nem volt ez teljesen tisztában, és a Gergely naptárban ezt már tudták. 4 évente van, és más még nem hallottam erről. Ilyenkor egy nappal egyébként többet is dolgozunk, többet tanulunk. Hát igen, de... Most az egy nap ide vagy oda, az nem számít annyit szerintem. Csak 4 évente egyszer van februárban 29 napos hónap, és a többi 30. Igen? 31. Meg 31! A teljes igazság az, hogy az évszakok, illetve a csillagászati jelenségek, események nem egész számú napok szerint ismétlődnek, emiatt a naptár, amely ugyanannyi napot tartalmaz, mindig egy kissé elcsúszik az ismétlődő csillagászati eseményekhez képest. Ennek kiküszöbölése miatt vezették be a szökőévet, amelynek az a lényege, hogy a naptári és csillagászati év között mutatkozó különbséget meghatározott időnként egy beiktatott plusz naptári nappal szüntetik meg, tehát 4 évenként kell számolnunk egy plusz napot, így van 3x 365 és egy 366 napos év, utóbbit nevezzük szökőévnek. És jogosan jutott riportalanyunk eszébe az alábbi gondolatmenet. Nem nagyon szoktam figyelni a naptárat meg ilyenek, de az érdekes szokott lenni néha, hogyha belegondolok egy-két emberet, hogy pont szökőévbe szokott születni, ugye, és így nem tudom, hogy hogyan szoktak számolni azt, hogy hány éves, kicsit belegondolni azért néha vicces. Naptári napok ide vagy oda, egy biztos, mindannyian ugyanúgy idősödünk, ám az úgynevezett szökőnap nem a toldaléknap február 29-e, mint arra többnyire gondolnak, hanem február 24-e. Ez naptártörténeti okokra vezethető vissza, mely szerint szökőévben a február hónap egy toldaléknapot kap. A régi rómaiak ugyanis nem a napjárását használták az idő meghatározására, hanem a holdat.